kezét az ég kiterjesztette, s csodálatos módon szabadította meg, hogy koporsója a habok ne legyenek. Ragadta őt a víz magasra, magasra, hogy tetejét érte már a felhő oltja. Ekkor János üdvözlött nagy hirtelenséggel, megkapta a felhőt mind a két kezével. Belekapaszkodott, el sem szalasztotta, és a nagy erőlködéssel addig függet rajta, míg a felhő a tenger part az éve, de rálépve egy szikot a fejébe. Először is hálát adott az Istennek, hogy életét ettől szabadította. Nem gondolt vele, hogy kicsit elvesztette, csak úgy elveszett kincsenébe. Azután a szikla tetején szétnézett, nem látott más, csupán egy rifmadár fészket. A rifmadár éppen különösségette Jánosnak, valami jutott az eszébe. Oda dolgozkodott, a fészekhez lassan, és a rifmadárra hirtelen rákattan, oldalába vágja a hegyen sarkantyúgat, és furcsa kalipája hegyet volt. Hányta volna rá madár, napra főre? Lehányta volna rá, miért volna félre? Csak hogy János kéz nem engedte magát, jól átszorított a derekát és nyakát. Mert tudja az Isten hány országon keresztül. Egyszer, hogy észre a mondja égetek, hát mire adnak legelső sugára, második egyenes, faluja volna. Szent Isten, hogy örült ennek János kéz? Az öröm a szemében kocsátokat idéz, és a madár is, mivel szörnyen fáradt már, vele a föld felé mindig a közel jár. Le is szállott végre egy halom tetején, alig tudott már lélegetet szedni. János leszállt róla, és magára hagyta, s ment elmenni a végre. Nem hozok aranyat, nem hozok kincseket, de meghozom régi hűséges szívemet, és ez elég neked, drága szép Júskám. Tudom, hogy nehezen vársz te is meg. Így gondolatokkal értek a végre. Érítettek még kocsitán zörgéssel, fordoknak bundással, születve készre a fogalmassága. Nem figyelmezettől a születve nevükre. Azok sem ismertek a érkezőkre. A falu hosszában egyébként haladott a ház felé, ahol Júskája volt. A fitvalajtoknál beleszkedett köze, és mellében csak úgy erre vált lélegzete. Benyitott végtére, de Iluska helyett látott a pitvarban idegen lépőket. Távol szemével gondolta magában, és a kilincs megint volt be a markában. Kint keres kegyelmet? Nyájasan kérdezte János, egy kis lakos fiacske. Elmondotta János, hogy kint és mit keres. Jaj, leszem a szívét, a naptól vaj veres. Itt van bizony, alig, hogy legyen.